Az elmúlt hétvégén Székesfehérváron rendezték meg a 121. felnőtt országos atlétikai bajnokságot. A versenyen több riói olimpikon is rajthoz állt, a nyíregyházi színeket 14-en képviselték. Közülük a legnagyobb esélyes, az idén 226 cm-es egyéni csúcsig jutó Bakosi Péter volt. A 23 éves magasugró igazolta is a papírformát, 5. szabadtéri felnőtt bajnoki címét szerezte meg, igaz 212 cm-es teljesítménye némileg elmaradt a várakozástól. Természetesen a bajnoki cím a lényeg. Azt szokták mondani, a bajnokságot meg kell nyerni, azt teljesítette Péter, és most az eredmény az kicsit kívánni valót hagy maga után. 212 cm úgy gondolom, hogy az nem igazán egy jó eredmény. Sajnos az egész évi szintestési mizériában Péter annyira elfáradt, hogy hát ezen a versenyen már nem tudta összeszedni magát. Péter mellett a pár Robin lett 4.-3. ugrásba, 2 centire megközelített az egyéni legjobbját, ő is egy sérülése bajlódott, úgy indult el a bajnokságon, azt gondolom, hogy ehhez képest az eredmény elvárható volt. Leveleki Bence igazából az Európa-bajnokságról betegen jött haza, lefogyott 5 kilót, az ő súlyához képest 5 kiló az nagyon sok, nagyon legyengült, így nem tudta a selejtező szintet teljesíteni, és így nem jutott a döntőbe. Férfi diszkoszvetésben az olimpián is induló Kővágó Zoltán végzett az élen 59-54-es dobással, megelőzve az 58-59-ig jutó Szikszai Róbertet és a szintén nyíregyházi 58 méter 30 cm-t elérő Káplár Jánost. A helyezéshez elégedettek vagyunk, ezt aláírtuk volna, úgy gondolom, mind a ketten ezt a második harmadikat, az eredmény az már nem annyira volt jó, de ugye Lóin is látszott, hogy 8 méterrel dobott jobbat a múlt héten. Erős hátszerünk volt, és sajnos nálunk azért eléggé befolyásolta az eredményt. Női diszkoszvetésben Kerekes Dóra 46 méter 97 cm-es eredménnyel szerzett bronzérmet, női 400 méteren pedig Széles Imre tanítványa, Osváth Krisztina 55,67 másodperces idővel végzett a harmadik helyen. Szeptemberben még a Ligakupa és a csapatbajnoki döntő vár a nyíregyházi atlétákra, Szikszai Róbert pedig néhány külföldi versenyen is rajthoz áll a szezon hátra lévő részében.